Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a Danubia zenekar tagjait és a zenehallgató falunkat szerető közönséget. Kettős ünnep ez a mai koncert. Egyrészt egy évvel ezelőtt már volt egy templomi koncertünk, és még 2021. decemberében kötöttünk szerződést a Danubia zenekarral, akik kísérnek minket kulturális életünkben sokféle koncerttel, zenei élményeket adnak nekünk. Másrészt egy másik ünnepünk is van, hiszen holnap ünnepli falunk 299. születésnapját, tehát születésnapot is ülünk. A legszebb, ahogyan az előző évben is, komoly zenével köszönhetjük a mai koncert, vagy a mai ünnepet, a születésnapot, és emlékezhetünk a Németországból érkező néhány családra. 1724. május 24-én ők írták alá a település alapítási szerződést. Itt maradtak és alapítottak egy települést, melynek neve most már Pilisszent Iván. Ünnepeljük ezeket az embereket, akik hosszú út után érkeztek Szent Ivánra, és itt maradtak. Ők nem mást választottak, mint az újrakezdést, a nélkülözést, az irgalmatlanul nehéz munkát, a kitartást, a vágyat egy jobb életre, a túlélés reményében. És minden fennmaradt, amit kétkezi munkájukkal teremtettek. Ilyen az a kis templom is, amely bár kicsi, és sokan mondják, hogy miért ilyen kicsi. Hát a templom attól nem lett talán nagyobb, hogy ehhez nem adott senki adományt. Ezt azok az emberek kuporgatták össze a kétkezi munkájukkal, akik itt telepedtek le. Ez a mi kis templomunk, az ő kezük munkájának a nyoma. Kétkezi munkával rengeteg összekuporgatott fillérből építették. És volt bennük erő, kitartás, küzdésvágy. Valami, amire mi itt a 21. században csillapíthatatlanul vágyunk. És ez az összetartozás vágya. Megkapaszkodni, egymásba karolni, összetartozni. Éppen ezért, aki Pilisszent Ivánt választja, annak tudnia kell, hogy mit választ. A falu múltjának megismerését, az ősök iránti tiszteletet, a hagyományok ápolását, a rendet, tisztaságot szerető emberek közösségét, a kulturális élet iránti erős vágyat, a másik ember tiszteletét, az összetartozás érzését. Isten éltesse át Pilisszent Ivánt, és készüljünk lélekben is az egy év múlva következő 300. születésnapra. Szép zenei élményt kívánok! Különös öröm egyházközségünk számára, hogy a Danubia zenekarnak otthont adhatott a mai alkalommal, ezen jeles ünnep alkalmából. Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, illetve azokat, akik esetleg később felvételről hallják majd ezt a gyönyörű szép koncertet. Nem saját szavaimmal készültem, hanem nálam jelesebb személynek, Szent II. János Pál pápának néhány rövid gondolatával, amelyet a művészekhez intézett levelében fogalmaz meg, magát a művészeket a teremtő társainak nevezi. Egy olyan felütéssel kezdi a levelét, amelyet a Teremtés könyvéből idéz. A hatnapos teremtés történet végén Isten látta, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó. Szent II. János Pál pápa következőket mondja, gondolja, röviden, csak idézve az ő leveléből a bevezető gondolatokat. A művész a Teremtő Isten képmása. Senki sem képes ugyanis jobban megérezni valamit abból a pátoszból, amellyel Isten a teremtés kezdetén nézte kezének alkotásait, mint ti művészek, akik a szépség alkotó mesterei vagytok. Ennek az érzésnek az utórezgése csillant föl számtalanszor a tekintetben, amelyet ti bármelykor művészei leblincselve a hangok és szavak
színek és formák titokzatos hatalmától megcsodáljátok tehetségetek alkotását, és ugyanakkor észlelitek benne a teremtés titkát, melyben Isten minden egyedüli teremtője bizonyos módon részesít benneteket. Ezért nem találok a teremtés könyvéből idézetteknél megfelelőbb szavakat hozzátok intézett levelem elejére, de erre indítanak régi tapasztalataim is, melyek nagyon meghatározóak voltak egész életemre nézve. Levelemmel szeretném folytatni az egyház és a művészek közötti termékeny párbeszéd útját, amely az egyház 2000 éves története alatt soha nem szakadt meg, és a harmadik évezred küszöbén még nagy jövő előtt áll. A következő közel 60 perces műsorban, műsor előtt szeretném bemutatni önöknek zenészeinket. Bassi Nagy Katalin fuvolán játszik, Belej Márton oboán, Tószegi Bernát klarinét hangszeren, Szilágyi Kristóf fagotton, Tekula Endre kürtön. Először Farkas Ferenc régi magyar táncok című szerzeményét hallhatják, majd Mozart F-dur andante, majd szintén Mozarttól B-dur rondót, Miótól René király utazását, Ágai Dénestől Five Easy Dances című produkciót, és Bizétől a Carmen Suite-ből részleteket. Fogadják szeretettel! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.